másodszor vagyok itt a Single Cross-on is, és azért is jöttem el másodszor, mert az első alkalommal is egy olyan kellemes élmény volt, és olyan építő élmény volt azért is, hogy egy az nagyon jó, hogy ugyanazzal a problémával vagyunk mindannyian, hogy egyedülállók vagyunk, ezáltal jobban megértjük a másiknak a helyzetét, a másik pedig az, hogy csodálatos előadók vannak, és tényleg építő jellegű, akinek gyógyulásra van szüksége, vagy valami nincs rendben, ugye az életében, így a lelkében, megtörténhet az is, és sokszor megtörténik, hogy helyére kerülnek a dolgok. Nagyon jó a keresztény közösségben lenni, hogy amikor a világban vagyunk, azért csak nem mindig vagyunk keresztények között, és ezt mindig nagyon jó megragadni, amikor így együtt lehetünk, akik az Urat imádjuk, és ezt szabadon. Istennek lehet eszköze az is, hogy akár itt találjuk meg a tőle való társat. A barátságok ezek nagyon gazdagítanak, amik itt megkötetnek, ezt visszük haza magunkkal. Tényleg nagyon sokáig, egész nyáron szinte ebben a gazdagságban sokat jelentett nekem a szívemnek, amit itt kaptam, ezt a gazdagító élményt. Én szerintem is nagyon hálásak lehetünk egy ilyen keresztény rendezvényért. Voltam én is több Single Cross alkalmon, és sose úgy mentem el, hogy csalódottam vagy bánkodva, hanem feltöltődve bátorítok másokat is, hogy jöjjön el és nézze meg, hogy miről szól ez. Még ha nem is találjuk meg az életünk párját, nagyon sok minden jó történhet itt, olyan kijelentéseket kaphatsz Istentől, amit mindenféleképpen hasznosíthatsz az életedben. Én azt tapasztaltam meg itt, hogy edukálódunk arról, hogy hogyan érdemes párt keresni, és ez szerintem rendkívül fontos, és egy védett közegben tehetjük meg ezt, úgyhogy halljuk a másik nemet és a véleményét, és hogy tök szabadok lehetünk ebben. Ez a lelki plusz, amit itt kapunk, és ez az ima háttér, ez számomra egy igazi megújulás volt, és nagyon hálás vagyok ezért, és sokkal gazdagabban megyek haza, mint ahogy eljöttem. Nagyon tanulságos és hasznos volt nekem nőkkel és férfiakkal együtt beszélgetni az ismerkedésről, a párkapcsolatról és hogy a másik nem hogy lát minket. Én azt emelném ki, hogy itt arra ment a hangsúly, hogy külön a férfiakat építeni, és külön a nőket. Persze voltak ugye ilyen közös foglalkozások is, de például a tegnap esti imádkozás, hogy te külön a lányokért imádkoztál, és a Marci külön a fiúkért, az kifejezetten nagyon tetszett, hogy igen, mindenki rátalál majd valakire, de hogy így összefogás, és egy női összefogás, ez annyira jó volt. Annak is nagyon örültem azon kívül, hogy tudtunk tanulni arról, hogy mi az Isten szerinti párkeresés. Tudtam tanulni úgymond önmagamról, láthattam, hogy hogyan látnak mondjuk engem mások, mi a véleményük, ez nagyon bátorító volt.